Felségárulás büntettében bűnösnek mondatnak ki, az 5. hadicikkely és a katonai büntető törvénykönyv 61. szakasza, továbbá az 1848. október 3-i, 20-i, november 6-ai, november 12-i és 1849. július 1-jei legfelsőbb manifestum és proklamációk alapján. Ezért a császári hadseregben viselt rendfokozatuktól, rendjeleiktől való megfosztás, illetőleg nyugdíjigényük elvesztése mellett összes előtalálható és elő nem található vagyonuk elkobzásával egyidejűleg kötél általi halálra ítéli. Az ítélet 1849. október 6-án reggel végrehajtandó. 1848-49 évi magyar szabadságharc leverését követően 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvéd főtisztet. A világosi fegyverletétel után a főtiszteket az orosz főparancsnokhoz, Paszkievicshez vitték Nagyváradra, aki Görgei Artúr kivételével augusztus 22-én Gyulán átadta őket az osztrák katonai hatóságoknak. Hajnaú szabad kezet kapott a rendcsináláshoz, és 14 tagú hadbíróságot állított fel. Formális meghallgatások és tárgyalások után kihirdették a halálos ítéleteket. Jaj, de búsa esőt le az őszi napsugára, az aradi bártemlősz nagy ablakára, azt a 13 magyar vitéz, ki a börtön fenekén a halálra néz. Szőttek fontak nyakukba ezer vádat, elnevezték felségsértő pártőröknek, hogy a magyar szabadságért harcra keltek. Aradi vár, aradi vér halálvölgye, lett az is magyarok megtemetője. Virágozzék síratokon vétek virága, elfelejthetetlen legyen azok halála. Amikor a korábbi térképre tekintünk, nehéz elképzelni, miben reménykedtek a magyarok. Szerbek, horvátok, románok, szászok, rutének, csehek, szlovákok ellenséges gyűrében szinte maroknyi magyarság rosszul felfegyverezve. Szemben Jelasics és Windisch Gréci jól kiképzett hadseregeivel. Kossuth Lajos ezt nem látta? Sajnos nem. Eleinte olyan sikeresen folytak a harcok, hogy Bécs elfoglálásáról álmodozott. A tavaszi hadjárat felvidéki ütközetei csodával határosak voltak, úgy szintén Bem csatája is Erdélyben. A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit bűnösnek tartottak, hajnul legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták, megalázó beosztásukban éveket töltöttek. 1849. szeptember végén összeült a hadi törvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, és ahol vádlottak felsősértés címén halálra ítéltek. Az ítéletet kimondták, de teltek múltak a napok, és a végrehajtásról szó sem esett. A családtagok bíztak benne, hogy Ferenc József kegyelmet ad, de nem így történt. Október 6-án a pesti újépület falánál főbe lőtték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. Tehát arról, hogy ilyen a magyar sorsa. Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmára a magyar lelkeknek. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forron szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Isten adta a szívet, lelket nekem, ami népem és hazám szolgálatáját lángolt. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életembe. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hősi, igaz emberi, jó katonává tett. Legyőztük a halált, mert bármikor készen voltunk elviselni azt. Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény volt, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e. Árpádok dicső szentjei, vírasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazája az életük. Nem sokára Isten egyik legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súlycsupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam.
A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek bús keserve, egy-egy könyv a szentelt helyre, hol megváltott hősi áron, becsületet, dicsőséget az aradi 13. A tábornokok kivégzése egyben bevezetőjét is jelentette egy megtorló hullámnak, melynek során további mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek, és vagy 600-ot ítéltek halálra, majd kegyelemből sok évi fogságra. Ha rájuk rút halálos ítéletet elkerülték is, derékba tört az éles sorsuk. A várfogságban töltött nehéz évek alapján épp úgy október 6-a áldozatai, mint kivégzett társaik. Mártír haláluk azóta jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért. Ez a nemzet az egész világ előtt bebizonyította, hogy a szabadságot egy nép, ha kell, súlyos áldozat árán is, de kivívhatja. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s béke leng, a búsbitókra hittel nézzetek. Hittel reménnyel, mert most kér a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggel. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek minden sugarak. Hisz onnan árad, új világ felett, szent háromságunk, mely jövőt teremt. Szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitért. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad prédája, becstalan. Testvériség, mely át világokon, kész fog a kézbe, hisz mind, mind rokon. Ó, magyarok, ti élő magyarok, a halhatatlan élet úgy ragyog rátok, ha az egekbe lobogom, igazság leng a lobogótokon. Az igazság, mely tegnap még halott, világbírájaként föltámadott. A népek szent szövetségeibe ti úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól, a vértünk szent lelke így dalolt.